Védekezésben nem voltunk olyan fittek már, mint tegnap. Nyilván szerettük volna megnyerni ezt a bajnokok ligáját, hát sajnos nem jött össze. Mi múlott a döntőben? Talán nem igazán hittük el, hogy meg tudjuk fogni a Barcelonát. Úgy éreztem, hogy, illetve úgy éreztük, hogy kicsit frissebb lett volna a Barcelona. Mi nem igazán úgy mentünk bele a mérkőzésbe szerintem az első félidőbe, ahogy azt elterveztük, egy kicsit a második félidőbe viszonylag fel tudtunk jönni, ott voltak ilyen apró kis szikrák, de igazából nem sikerült. Az utolsó három bajnokok ligája döntőt azt döntötte, hogy a döntőben hogy védenek a kapusok. Sajnos ma a mieink nem voltak olyan jók, a védekezésünk se olyan volt. Ma a Barcelona erősebb volt, ugye. Csalódás? Ez a csalódás, hát természetesen, hogy győzni szerettünk volna, nem sikerült. Azt gondolom, hogy védekezésben nem voltunk olyan fittek már, mint tegnap, vagy az eddigi mérkőzéseken. Igazából ezáltal a kapus teljesítmény is elmaradt, nem tudtunk rohanni, alapvetően ezt a problémát látom. De nyilván értékelni kell a meccset, azt gondolom a csapat küzdésből jó vizsgázott, de ez kevés, hogy egy nagyon jó kézdabdázó Barca ellen. Igazából végigmentünk a Barcelona után az első fél időben, nagyon nagy nyomással játszottunk, én gondolom. Utána pedig már csak mentünk az eredmény után, másik félben följöttünk kettőre, de onnan már nem volt visszautunk. Sajnos a kapus teljesítmény nálunk elmaradt, míg a Barcánál azért volt egy Šarić. Hát így van, nyilván az is sokat számított, meg azért megnézzük, nekünk maradtak ki helyzeteink, elég sok kapufát is lőttünk, náluk meg igazából bementek a helyzetek. Volt egy kiváló Karabatic és Šarić. Így van, hogyha az elmúlt döntőket nézzük, akkor mindig egy kimagasló kapus teljesítmény volt, ami a győztes csapat oldalára billentettem. Mikor lehet majd mosolyogni egy kicsit? Idő kell hozzám. Mikor lehet majd egy kicsit mosolyogni és feldolgozni ezt a traumát végül? Hát szerintem el kell tenni egy pár napnak, és akkor talán igazi értéke lesz ennek a második helyezésnek is.